tárjuk hozzá, hogy a konferencia rögzítésre kerül. Figyelmezteti a tárgyalás résztvevőit a kép- és hangfelvétel rögzítésére a digitális videó és kamera rendszer a működés elején, majd néhány másodperccel később létre is jön a kapcsolat a Szekszárdi börtön és a törvényszék között. A terem nagysága miatt kellett egy hátsó kamerát beépítenünk. Ez pedig már a Szekszárdi börtönből érkező élőkép. A kijelző képén látszik, hogy a túloldalon található kamera látószöge a bírósági tárgyalóteremből változtatható. A két mozgatható robotkamerából, ugyanennyi óriás kijelzőből és iratszkennerből álló rendszer lehetővé teszi, hogy ne kelljen esetenként több száz kilométert szállítani a rabokat a börtönből a tárgyalás helyszínére. Ezzel nem csak a költségeken lehet faragni, de a biztonságot is növeli a rendszer. Tudni kell, hogy a büntetés végrehajtás legnagyobb kockázatvállalása mindig a fogva tartott falakon kívül tartását jelenti. Azzal, hogy kollégáim az adott helyre, adott bíróságra előállítják a fogvatartottat, jelentős humán erőforrás, anyagi erőforrás bevonására van szükség. A Wikinévre keresztelt rendszer kiépítése helyszínenként 3 millió forintba került. Az országban összesen 215 állomást alakítottak ki, ebből 3-at Tolna megyei bíróságokon, a Szekszárdi járásbíróságon és a törvényszéken. 24 helyszín pedig védett személyek, például gyerekkorú tarúk vagy szexuális bűncselekmények áldozatainak a meghallgatására is alkalmas. Szekszárdon az elsők között élesítették be a digitális eszközöket. A Szekszárdi törvényszék büntetésvégrehajtási bírája az elsők között tartott meghallgatást 2018. augusztus 28 napján, nem sokkal a nyári ítélkezési szünetet követően, és azóta 10 büntetésvégrehajtási intézetben fogva tartott személy meghallgatására kerül sor. A Wiki hálózatot a tervek szerint hamarosan bővíteni fogják. A cél, hogy a rendszer egyszerűbb mobil verziója az ország valamennyi bírósági tárgyalótermében használható legyen.